Lehet, hogy sikerült. Talán elindítani végre ezt a vackot. Halló, halló. Remélhetőleg talán hallotok is. Nem akar indulni éppen zökkenőmentesen ez a mai. Na jó, hát remélem, hogy többször nem fog leállni. Most még azért így kíváncsian várom, hogy mi történik. Na jó, talán most már stabilizálódik a történet. Hát már most másodjára vagy harmadjára hallgattam meg a saját intrómat, úgyhogy ezt most még egyszer nem játszom be. Higgyétek el, hogy van, és tök szupi az előző videóban, mert tudjátok nézni. Na, szevasztok, sziasztok. Kik vannak itt, lássuk csak, Mekelek, szevasz uram. Ja, szia, szia. No. Igen. És akkor hallotok is. Zseniális, nagyon jó vagyok. Sikerül összehozni ezt a hímet. Igazából csak 2-3 éve csinálom, na mindegy. Jó, tehát szevasz, system, szia, szia. Tehát, ugye volt a hétfői sztorim, mindenféle alapkezdő dolgokról szólt, hogyan kezdjünk el pecázni, és én, ha jól emlékszem, de javítsatok ki, a tévedek, nem ma volt már, hogy elkezdtem a játékot, de a kezdő felszerelés, Szegedi Bernet, szevasz, szia, ja, csak neked is jó estét, szia uram. Tehát a kezdő felszerelés, ha jól emlékszem, az úgy néz ki, hogy egy spitzbot és egy spinningbot. Talán. Ha jól emlékszem. Úgyhogy ebből kifolyólag ott folytatnánk a dolgot, hogy hogyan is és mint is kell azt a bizonyos másik botfajtát ugye használni. Ugye átbeszéltük a spinninget, vagy a spitzbotot, illetve annak a használatát, mire kell figyelni, hogyan kell összerakni, és a többi. És arra gondoltam, folytatnánk a spinninggel, ami ugye nem más, mint tehát a hétköznapi nyelven villantózásnak nevezett csoda, amire én megmondom őszintén, hogy eleinte túl nagy energiát nem petszoltam, aztán persze, mint a legtöbben, később eljöttem én is, hogy kellett volna. Gyújtam én is a bottom fishing-re annak idején, így eleve olyan szettet pakoltam magamnak össze, hogy azzal tudjak foglalkozni. Hát ez most picit annyiban megváltozott, hogy most már egy valamennyire használható spinning felszerelésem van nekem is, így meg tudom nektek mutatni, hogy nagyjából mire kell, vagy mire érdemes odafigyelni, ha ezzel akartok foglalkozni. Szóval, tehát miből áll ugye egy alap spinning, vagy hát fejgető felszerelés. Egy nagyon alap, ugye kell egy bot, egy alsó, zsinór, ajánlott valamilyen előke, illetve hát hozzá valami olyan műcsali, ami hát gyakorlatilag magának a halnak ugye vonzó. Ugye ez eleinte, ezt meg is mutatom nektek, ez eleinte ezekből a körforgókból áll, hiszen mást még nem tudtok használni, tehát nem tudtok még kanalas támolygót használni, nem tudtok wobblerezni, nincs meg ez a soft plastic, ez a puha műanyag csali, semmi más, nincsenek meg a top water csalik sem. Úgyhogy körforgó van. Illetve ugye tudtok menni windingre ezzel pecázni, aztán később gyakorlatilag bárhová, amit érdemes megnézni,
hogy amikor így bajangoltok a térképek közt, ugye eleinte csak ez a három van, és abból is ezen a kettőt fogtok pecezni, akkor itt azt látjátok, hogy jelzi, hogy melyik horgász módhoz vagy stílushoz mennyire passzol az adott térkép vagy horgász terület. Szia, Bence! Na most ott nyilván, ha felgetni akartok, akkor nyilván a spinning részt kell nézni, hogy ott az hány villogocskát jelent. Nyilván ha nincs egy se, akkor felejtsétek el, bár ilyen nem nagyon van a játékban. Ha kevés van, nem annyira alkalmas, amiből több van, arra inkább alkalmas. Tehát ebből látszik, hogy moszkító mondjuk inkább ugye fenekező, illetve úszós, és kevésbé pergető, míg winding ugye pergetése teljesen tökéletes, úszózással, meg fenekezéssel, meg hát mondjuk lehet vele fogni, de nem olyan lett kitalálva. Hát kezdetben ugye van egy bototok, dorsóval, van rajta Damil, nem vagyok benne biztos, hogy előke van ezen az alapszuccon, meg van rajta egy valamilyen körforgó. Igazából ez a cucc kezdéshez teljesen tökéletes, hiszen először úgyis a pergetés mikéntjét, hogyan nyert kell, hogy elsajátítsátok, hogy eljezzetek. Ez ugye nem egy olyan horgászmód, ahol... Szevasz, ja, csak úgy itt vagyok. Hát én is, mint mindig. Jöttem folyamatosan töltőszteimet nézni. Hát... Srácok, szóljatok, ha még valakinek gáz van a sztaimmal. Most az indulás az elég nyögvenyelős volt. Nem nyeltem semmit nyögve, csak nem akart elindulni. De hát ez ilyen. De szia uram, szavasz, úgy ütköztünk. Most komolyan szóval nem jobb ez, mint a PUBG. Na szóval, visszatérve a pergetésre. Ugye ez nem egy olyan horgász mód, mint a másik kettő, hogy bedobod és várod a kapást. Hanem... Szia, Mika. Kúj, beindultam el? Be. Igazából mindig is ment, csak... van egy-két olyan információ, ami nekem azóta birtokomba került, ami nagyban befolyásolja a fogott halak mennyiségét, és erre szerintem a legtöbben nem gondoltak. Ezt is el fogom majd mondani. És igazából mióta ez az info megvan, azóta, ja, megy, mint a gép. No. Most mindjárt megmutatom, hogy én mikkel, milyen botokkal, vagy milyen felszereléssel vagyok itt. Lássam, fishing jobb, mint a PUBG? Hát ez most komoly kérdés. Tudod, kinek a pap, kinek a paprika? Ez így van. Így van. Abszolút egyetértek. Ez inkább chillás. A számomra inkább lootolós, majd meghalós. Úgyhogy ezzel nem PUBG-szek. De szóval lassan jön a jó idő, úgyhogy elszoft. No. Jó, sehol semmi. Szóval, azt, két egyforma botom van, Heavy S80XH. Ebből egyet vettem. Volt egy botom, amit eltörtem, és ha jól emlékszem, Mikától kaptam egy ilyen botot, amit ezúton ismét nagyon szépen köszönök. Kicsi. Tudod, megbeszéltük. Bocsánat, csak a macsek. Thanks. Szóval két ilyen botom van. Mika hívta el a figyelmemet szintén, ha jól emlékszem, hogy érdemes lehet foglalkozni ezzel a bottal, mint mondjuk úgy, hogy ilyen kezdő. Tudsz. Hát ez nem úgy kezdő, hogy ilyen 5-ös, 6-os szinten, hanem ez ilyen, már van pénzed, tudsz mire költeni, és elhanyagoltad a spinninget, mint ahogy azt én is tettem. Ezek a botok igazából egész szépen hajlanak, ahogy látjátok.
egy jó alsóval még használható a kis, nekem ezen most két darab 80-as gold van fent. Egyébként, ha jól emlékszem, a magának a botnak a terhelhetősége az 15,5 kg. Ez, ha végig gondoljátok, azért nem kevés. Tehát ez... kezdetbe veheted a lánc fiú észre. Hát kinek a pap, kinek a paprika, tudod. Szóval 15,5 kg az nem kevés, hiszen a legtöbb hal, amit fogni fogtok, fogalmazzunk úgy, pláne eleinte, még itt akár kúrjön is, ritkán több 15 kilónál. Ha meg több, ahhoz meg már úgyis olyan bot, meg olyan orsó kell, ami tényleg csak a spinninggel nagyon komolyan foglalkozó embereknek van, szerintem legalábbis. De hát aztán persze lehet, hogy én tévedek, azt ne felejtsétek el, hogy ez mind, amit elmondok, az saját tapasztalat és nem egyetemes igazság. Jó, tehát ezt mindig tartsátok észben. 15,5 kg a teherbírása a botnak. Az orsó az 14 és feles. Hú, de elfogyott az energiám. Bocsánat, csak döntök be egy kis kávét. A 15,5 kg a bot, 14,5 kg az alsó, de az fontos, hogy majd külön kifogok tenni, ez nem azt jelenti, az alsóval csak 14,5 kg-os alatt lehet kifogni. Ez ilyen nagyon általános tévedés itt a játékon belül. Én nem is tudom, hogy ez honnan jött embereknek. Azért én sem vagyok egy való életben egy hú de nagy horgász, talán 10 éve nem jártam kint. De azt fontos tudni, hogy tehát a szakító szilárdsága a botnak van. A bot azt jelenti, hogy 15,5 kg, az nem azt jelenti, hogy egy 15,7 kg-os hal alatt el fog törni, ez azt jelenti, hogy azért egy 30 kg-os halat ne akarj vele ugye kiemelni a vízből, mert nem fogja bírni. Illetve azért mondjuk egy 15-16 kilós halnak már van olyan húzása a vízben, ami mondjuk nem 15 kilónyi energiát fejt ki, hanem attól sokkal többet. Tehát el kell odafigyelni, egyébként az orsónak vonó elje van, amit szintén kilóban szoktak megadni. Ez nagyon egyszerű, amikor hogyha elpültetek már és kellett podgyászt lemérni, akkor ugye van egy ilyen kis kampós súlymérő eszköz, amit így megfogsz, elkasztod a bőröndöt, lehúzza és kijelje, hogy hány kiló. De ott ugye egy energiát, tehát egy erőt kell kifejteni, hogy az adott kilogrammot ugye ez megmutassa neked. De ezt nagyjából így kell elképzelni, hogy ez a vonó erő, tehát mint hogyha az orsóthoz odafognád ezt a valamit, és a hal pedig húzná ellenkező irányba. Vagyis pontosabban a hal van a túlsó végén, és te, hogy tekered az orsót, te húzod. Besza, behúzszol, hát ez volt hétfő. Ritkán jársz fel, és akkor is kevés időt töltesz itt az a helyzet. Megtanítalak horgászni. Ha esetleg le tudnád tenni valamikor a láncfűrészt, akkor ne úgy állj ott a horgász botban, mint egy huha, aki nem tud semmit. Mindjárt, Bence. Annyit csak egyébként, hogy itt, ha csak nem csukája mész, akkor ne legyen fent acélelőke, hanem fluorkarbon. Ennyi a nagy titok. Ugyanis acélelőkével csak csuka. Mennyibe kerül ez a tanfolyam? De hát ez ilyen, minek szokták nevezni? Becsületkasszás, tudod. Mint ahogy azt egyben mindig is az volt. Na szóval, igen, tehát az orsónak vonó elje van, ezért írják oda, hogy max drag, max vonás, amit ki tud fejteni az orsó, az ennél a Gold 80S-nél 14,5 kg. Ez azt jelenti, hogy ha elindul a hal, és ő húz mondjuk 20 kilóval,
Akkor én felvesztem a féket, és azt még vinni fogja. Igen, szóval becsületkassza pont ezt jelenti, hogy ingyen van. Te vagy az az ember, aki a tányérjel a csuklás nélkül elveszi az utolsó szeretsüteményt. No. Mutatom is, tehát itt van maga a bot. Ez azért egy elég nagy erőt képes kifejteni, ugye maga a power az extra heavy. Ez egy gyors bot, tehát ha megmozdítod, de nem tart sokáig, mire tud reagálni, nem nehéz, nem tart sokáig megemelni vagy bántani vele. 2,4 méter, 15,5 kg, és az a súlya a botnak 344 gram, tehát ez nem egy nagy valami. Tökő, hogy kijött, hogy mindjárt lejárja a hónak bérletem, most vettem egy 3 naposat, na mindegy. Mi? Azt mondta Windows, hogy újra akar indulni, ezt persze megtiltom neki. Holnap. Jézusom, lejött valami nyomvat Windows-t. És... Külesen, Bence. Szóval igen, 15,5 kg, maga az orsó az 14 kg. Én feltettem egy 15 kilós damilt. Igazából sokan azt is el szokták rontani, hogy ugye megnézik, hogy az orsó 14,5 kg, ezt összekeverik a szakító szilárdságot a vonóerővel, azt mondják, hogy 14,5 kg-t bír az orsó, akkor nem teszek fel, csak egy 13-as damilt. Hülyeség, feltehettek 30 kilós damilt is, nem befolyásol semmit. Az orsót azért olyan nagyon nem könnyű eltörni. Viszont arra figyelni kell, hogy a damilod a botnál ne legyen erősebb. Tehát ha 15,5 kilót bír a bot, akkor ne legyen 30 kilós a damil, mint ahogy a példában mondtam. Akkor ez legyen úgy, hogy 32 kiló a bot, egy orsó, és akkor 30 kilós damil. Ami erősen ajánlott, hogy minden esetben az előke legyen. Ez mindegy, hogy spinning, vagy majd később bottom fishing. Mindig az előke legyen a leggyengébb láncszem a felszerelésen. Mert hogyha valamit szakít a hal, akkor ne vigyen el a 300 méter damilotokból 180-at, vagy 200-at, vagy akár csak 50-et, hanem akkor eltépi az előkét, és megmarad a damilod. Ez annyiból is fontos, hogy hát nem olcsó a damil sem. Nyilván van, aki elszakadt az OTP bank, és bármit megvehet, meg annyi pénze van, meg goldot vesz, meg mit tudom én. Én azért próbálom úgy csinálni a játékot, hogy nem, próbálok nem valódi pénzt költeni el. De mindegy, szóval drága a damil. Úgyhogy az előkével ezt meg tudjátok menteni, mármint a damilotokat. Damil itt most nekem mondjuk hibrid zsinór van fent. 350 méterből 340 fel is ment az orsója. 15 kilót bír. 13.8-as fluor karbon előke. Kurain ez ajánlott. Ha nem csukára mentek, mondhatnánk úgy is, hogy ha trolling voltok, akkor fluor karbon előke az ajánlott. Simán lehet, hogy el fogja vinni egy hal. Én is jártam így. Van, hogy becsúszik egy olyan csuka, ami jön, és így ketté harapja a fluor karbon előkét. Ja nem, tegnap nekem nylon volt fönn. Igen. De a fluor karbonnál is nyilván előfordult, mégiscsak kevesebbet bír, mint az acél. De Kuain, fluor karbon eljön, acélja egyáltalán nem, vagy legalábbis ha itt kell, és akkor sem vagyok. Na, maga a horgászat lejegető bottal, mint olyannal, két fő metódusa van. Az egyik az, amikor állsz a parton és dobálsz. Dobálsz, húzol. A másik az, amit most én is csinálok, ezt nem azért trollingnak. Kibélsz egy csónakot,
ebbe ugye van kettő bot befogatására alkalmas ilyen hüvelyszerű dolog, ahol ugye be tudod állítani a botot, ilyenkor bedobod a szereléket, elcsattintod az olvasót, beteszed a botot ebbe a tartóba, és a J gomb megnyomásával, amit egyébként jobb oldalon jön is a játék, hogyha beszálltok a csónakba, akkor ez lassan elindul. Két dolog fontos, A. lassú, B. halk. Ugye amikor tölt a játék, akkor szokott tippeket kiekelni, és ott ki is szokta írni, hogy a nagyobb halakat nagy hanggal, tehát hogy a zaj csapsz, elijesztheted. Ez azért fontos, mert hogyha trollingolsz, direkt nem teszem be a magyar szülőt. Most nem tudom, mire gondolsz, hogy... Ja, most itt a trolling, meg spinning, meg ezek. Ezek miatt, az ilyen bajás kult szavak miatt kérdezed? Szóval, hogyha... Ja nem, hogy ezért, hogy a nyelve? Igen. Direkt nem tettem be a nyelvszülőt, mert múltkor is voltak olyan angol nézők, akik tettek fel kérdéseket, és rájöttem, hogy az úgy félbe kérdeztek be, hogy hello, beszélnél English? És akkor mondtam, hogy ja, da, questas porque español. Hajáltam, igen, tehát hogyha trollingolsz, akkor beállítod ide a két botot, elcsattintod a zsinóra az alsót, lassan haladsz, ez gyakorlatilag ez egy folyamatos húzást eredményez a szereléken, és akkor így ahol elhaladsz, és épp ott van egy hal, akkor jó eséllyel az el fog kapni. Na most... Mindjárt mondom tovább egy pillanat. Igen, tehát ugye ez az egyik módja, az, hogy trollingolsz, ez az egyik módja magának a pelgetésnek. A másik az, amikor ugye kinnálsz a parton. Hát a szombat vagy vasárnap egész nap az nem azt jelenti, hogy egész nap streamelek, hanem hogy egész nap várható, de ezt most nem is tudom, hogy ez hova írta ki, vagy ezt hol láttad. Majd frissítem. Hát a másik módja az, amikor állsz a parton és dobálsz, ott ugye Csalia válogatja, hogy milyen módot követsz, milyen mondjuk úgy, hogy vonzolási módot használsz, mert még kanalas támolygónál, ja, hogy itt a videó alatt, jó, megnézem majd és frissítem, köszi. Hey mate, you said I never answered you in Discord by the line. Let me check. Ah, really? I'm sorry, I just wrote you from my work, so maybe I was too busy. So after the live, I will write you on Discord. Na látod, hogy pont arról beszéltem. Tehát attól függően, hogy milyen csalid van, tehát más pelgető módot kell használni. Szia, Hakit! Szevasz, olyan!
attól függően, hogy milyen cselid van, más vonó, hogy vonszolási metódus kell használni, mert ugye egy kanalas támolygónál az, ami nekem speciál a legjobban bevált, az egy közepesen gyors igen, helyett hello tilt, de ennyi. De halljátom, igen, tehát kanalas támolygónál az, ami nekem bejött, parttól horgászva, hogy egy közepesen gyors tempó, nekem mondjuk ez a 30 és 35 közötti tempója állítva az orsót, az úgynevezett jig step. Tehát kettőt tekelsz az orsón, majd vársz 2-3 másodpercet, megint kettőt tekelsz az orsón, megint vársz 2-3 másodpercet, ami azt eredményezi a halak szempontjából, hogy egy ilyen életéért küzdő, vágődő kis hal, ez így lent van a fenéken, elindul fel, elfájod, lesüllyed. Ugye ez a kettőt tekelsz, vársz 2-3 másodpercet. Kettőt tekelsz, vársz 2-3 másodpercet. Úgyhogy így mutatom, hogy itt a vízfenék. Elindul fel, elfájod. Elindul fel, elfájod. Ez ugye a legtöbb elgadozónál mit jelent? Há, ingyen kaja. Vagy hát, PUBG-sek nyelvén szólva free loot. Igen? Yeah. Tavasz, Snappy! Szia ujjam! Hát téged is elég láttalak. Azt kell, hogy mondjam. Ez van kanalas támolygónál. Wobblernél, illetve körforgónál inkább egy lassabb tempó. Wobblernél mindenképp lassabb tempó, mert lassabb tempón folyamatos tekelés, mert ugye maga a wobbler úgy van kialakítva, hogy mindegyik wobblernél, hogyha megnézitek, most megmutatom, itt van például egy itt van egy wobbler, ezen tök szépen látszik, hogy itt írja, hogy depth for meter. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos fix konstans tempóval, ha húzod magát a wobblert, szia Happy, akkor ez a wobbler úgy van kialakítva, hogy ez lemegy x méter mélységbe, amit ugye ott írt, nem is tudom, ezt néztük, ez 4 méter mélyre megy le, de itt is látszik. 4 méter, és azon a mélységen marad. Tehát azon a mélységen fog felét közelíteni, miközben te vonszolod. Van amelyik 1 méter, van amelyik nem tudom, 80 centi, van olyan, ami 6 méter, úgyhogy ez mindegyik kvázi változó. Nyilván attól függően, hogy milyen területen vagy, milyen mélységekben akarod használni, annak függvényében érdemes kiválasztani a wobblert, de aztán itt nyilván attól is függ, hogy éppen az adott helyen, az adott hal, amire menni akarsz, az melyik mire kap. Megint csak érdemes megnézni a rekordoknál, de értelemszerűen egy olyan orgász tavon, vagy mondjuk ezen a bánya tavon, mint Kuro is, ahol a mondjuk tegyük fel, hogy itt a legmélyebb pont nem nagyobb mondjuk 4 méternél, akkor egy 6 méter mélységben közlekedő wobblert hülyeség feltenni, végig fogja szántani az iszapot. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek kapás, de nincs sok értelme. Jó, a körforgónál ott megint csak egy lassabb, nem túl lassú, de ezt mondjuk érdemes kitapasztalni, egy lassabb vonszolási technika az, ami nekem bevált. Fogod a körforgót, felteszed, és mondjuk egy ilyen 10-12-es sebességgel
de ezt is körforgója válogatjuk, 10-12-es sebességgel bőven elég vonszolni folyamatosan. De most itt ugye ez a sebesség ez ahhoz kell a körforgónál, hogy magát ezt a körforgó, mondjuk így látjátok, ezt a maga a körforgó mozgást, amit végez, azt optimálisan tudja elvégezni. Itt nyilván függ ez a mérettől, a súlyától, tehát megint csak csalia válogatja. Plusz, ami még itt azért beleszól, az nem mindegy, hogy hálóvízben csináljátok mindezt. Szaj, de gonosz vagy. Nem mindegy, hogy állóvízben csináljátok ezt, vagy folyóvízben. Például a Winding az első, ahol ki tudtok menni spinningelni. Ott azért, hogyha folyási irányjal szemben vonszoljátok a körforgót, nem kell olyan gyorsan húzni, hiszen maga a víz folyási sebessége, vagy áramlása is besegít a körforgónak, ugye ennek a mozgásnak az elvégzésében, úgyhogy ott bőven elég egy lassabb tempóval húzni. Te mi lesz? De nem vagy kicsi. Hello. Ez csak most olvasom, kifogtam. És tényleg, mondjuk inkább, mint hogy kilőjem, de igen. Megpróbálom megkeresni nektek HP első vadászós játéket. No. Ja igen, hát abban most bővelkedik HP a hormonokban. Nem is kicsit. Pillanat csak ez a válaszolok Costco-nak, hogy nehogy sértődés legyen a vége. Nálunk egy kis hangzavart. Rányba állunk. Most reménykedtem, hogy nem beakadt a nádasba. De nem, ez ha pici csuka. Oké, nem hajapta el a fluorkarbon előkét. Volt itt valami kérdés, amit hirtelen nem is láttam. Igen, Szajed kérdezte, bár félig meddig valószínűleg csak olyan szajedes kérdés, hogy a csónak számít-e, hogy milyen. Viszont belete a fát, ugye háromféle csónak van a játékban. Egyáltalán nem számít, hogy milyen a csónak. Tehát ha lehetne benne, tudom én, tutajozni, akár tutajozhatnátok is. Mind a három csónak alapvetően horgás csónak. Most itt hallottam ilyen urban legendeket, hogy az egyiken kisebb szögben áll a két botot tartó ilyen hüvely, a másikban nagyobb szögben, meg jobban rálátod, meg kevésbé látod a kettőt együtt, meg nem tudom. Én ezt megmondom, hogy szintén nem vettem észre, mondjuk nem álltam neki egyikvel sem a szögeket lemérni. Az egyetlen egy különbség, ugye ez a csónak, amiben én ülök, illetve felajánl érdemes a fédelezni, csak ultralight setup-a. Igen, jól emlékeztem, hogy volt még egy kérdés. Szegedi Bernát, ha van ultralight setupod, akkor igen, egyébként szerintem nem. Az kifejezetten ilyen UL pelgető hely.
Szóval a három csónakkal visszatérve van ez a csónak, ezzel egy ájon bérelhető egyes helyeken, az a másik kis aranyos régi típusú fémladik. Illetve van ugye a nemrég berakott piros csónak, ami nagyobb, legalábbis elnézése, gyorsabb, ez egyértelmű, de a trollingnál teljesen mindegy, mivel mind a három csónak ugyanazzal a sebességgel trollingol, plusz ugyanannyira halk és vagy hangos trolling közben, úgyhogy különösebben nem számít. Ha nem trollingolni akartok, ha nem el akartok jutni gyorsan A-ból B-be, akkor érdemes a pirosat. Egyébként szerintem felesleges pénzkidobás. Meg fancy, jól néz ki, ennyi a különbség. Bár megmondom őszintén, nekem az a kis gagyi, a kis kedvencem, a kis fémladik, az olyan kis... nem tudom... olyan kis tradicionális horgás csónak. De meghajlott egy pillanat. Na, ha valaki nem tudná, ha kézben van a bot, az egér görgőt felfelé, lefelé tolva tudjátok ugye magát a féket állítani. És hogyha hát a számomra nagyon kedvenc betűt, a Robertet nyomva tartjátok, és ugyanúgy fel-le scrollasztok, akkor pedig az orsónak a vonási sebességét tudjátok állítani, tehát hogyha spinningeltek, akkor ezzel tudtok mahinálni annak függvényében, hogy milyen csali van éppen. Nem is tudom, minek nevezzem. Hát igazából műcsali van a szájeléken. Kicsit lemaradtam a csettel, bocs. Castle mate, are you still here? Ha, köszi. Köszi, Szívi. Jó, mindjárt átnyitom a hideg vizet. Lesz ugye, ott a fürdőkádban. Snappy már pityájegű, és hát ő ilyen galamb lelkű szegény. Igen, ez a hormonos, neked is kellene, megnézed a leten milyen ájban, olyan nyájban adják. Tehát hidd el, addig jó, amíg neked férfiként ájra nem kell költeni. Egyébként szerintem még van egy kis babamon vitamin, úgyhogy a gondolat küldünk majd, hát ott elmel egy kis hormont. Dunába soha adok neked egy keveset, ha nagyon szállt. Ezt most nem tudom. Ja, beállított a részleteket, kíván szórakozás, után hazafelé belecsúsztál a Dunába. Nem csúszott bele a Dunába. Egyébként lassan ki fogok kötni, ugyanis hát a köd most már kezd leszállni itt tavon, kicsit. Úgyhogy nem is fogunk már olyan nagy köröket menni, hanem inkább csak itt a Dead Island körül, ez a Old sziget körül fogunk trollingolni, és csalit is kell, hogy váltsak, ugyanis nappal inkább a fényes, csillogó analak azok, amik itt beváltak. Este sötétben, vagy felhős időben pedig inkább a sötét. És amik fent vannak most nekem, speciál, az a Sotoi 22 g-mosából van fent a 10-es, illetve a 9-es. De ki fogok menni és veszek belőle. Szia Csabika! Szia! Fogok menni és veszek ebből a Sotoiból egy 3-asat, ami egy ilyen sötét bordó árnyalat, illetve nézek még, hát ha van valami kékes, ami szintén sötét. És akkor azzal fogjuk nyomni este, illetve van még egy
bóblám, amit szintén ki akarok próbálni majd most este. Már ezzel a szajelékkel. Javasolt nekem kiállányit játékban nagyon aranyosan ez a DPKNK 6-os. Ilyen sötét kék színű. Hát ha este. Este bevárjuk és jönnek el a nagyobb bacska halak. Egyébként amióta megy a stream, ez 40 percet jelent. Én előtte eladtam azt a pár halat, amit a reggelit fogtam még meló előtt kávézás közben, és most tartunk 36 halnál. Amik között van pipás, nem pipás. Kíváncsi leszek, most kimegyek és eladjuk, meglátjuk, hogy mennyi az annyi. Már most így vettem Damilt a két botra, meg full carbon előkét, meg töltögettem rájuk, most nem állok anyagilag a helyzet magaslatán. Remény 312 az Istenből, úgyhogy ez most meg tudják fejlődni. Aztán meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül, vagy hogy mennyit sikerült most ezzel keresni. És ha nagyon nem megy, akkor még mindig ott van egy olyan variáció is, amire majd pénteken fogok kitérni, az ugye a bottom fishing lesz, mint tutorial. És akkor viszont vagy macival megyünk, ezt még én sem tudom. Vagy... Elfelejtettem a nevét. Csúja. Igen. Vagy oda megyünk ki, ott én most olvastam valami egészen hajmáesztőt, és ott elvileg nagyon jó lóvét lehet szakítani. De mindenképp ki akarom próbálni, mielőtt bármit is mondok nektek, hogy nehogy szólja a ház elejét. Van egyébként, aki most még itt közületek szintén itt van kuai? Vagy peget bárhol a játékban? Mert csak azért, mert hogyha ott van valami tapasztalat, vagy... Értél el ide? Mármint, hogy... Ja, hogy szintben nem vagy még ott, hogy a level 13. Jó, hát de figyelj, Windingen, átmész Windingre felégetni, nézd meg a rekordokat, miket fogrostak. Elképesztő, mekkora halak vannak ott is. Egyébként igen, sokan a kisebbek közül azt teszik, hogy minél gyorsabban szintezni kell fölfelé, hogy át tudjanak menni Old Burger Kuai, Belaya, Volkov, Maci, nem tudom, Aktuba, fel mindenféle, minél nagyobb horgász területekre azért, hogy nagy halat fogjanak. Holott igazából, ha megnézitek, most nyilván kis szinten, ha megnézitek azoknak a horgász helyeknek a rekordjait, ahol éppen vagytok, ez legyen Moszkító, vagy Winding, de akár Oldburg is, brutális méretű halak vannak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nagy hal csak a magasabb szinten megnyíló peca helyeken van. Na jó, de mit kapálszol itt meg? Ja, hogy te meg itt közben elaludtál és lecsúsztál, jól van. Pontos kérdés, van-e engedélyem? Hát ez egy jó kérdés, amúgy. Hogy most itt van-e engedélyem, vagy sem. Jelen pillanatban igazából kb. Azt tudom mondani, hogy... És eltűntem. Na, komolyan fordítva a szót. Igen, és nem. Hát most van engedélyem a játékkal foglalkozni, streamelni, hátítom. Egyébként
egyébként a való életben pedig nem nincs engedélyem. Azt mondtam azt a stream elején egyébként, hogy nagyjából egy olyan 10 éve nem pecáztam. Sajnos, egyébként nagyon szerettem, nagy pecás családból származom, meg gyerekkoromban rengeteget horgáztam. Neked kell-e valami? Ilyen... Igen, ebből kéne neki 4. Meddig él ez az ajánlat? Nem tudom, hogy fogtam-e. Fogtam. Hát ezt jó lenne megakasztani, de... Hát ez igen kemény lenne. Jó, akkor... Melyik volt? Jezelék. Jó, akkor ebből ezt a 6 kilósot megtartom. Még hát, ha jön még hozzá 3. Ő volt, hát ez most 132 ezüst. Megtartom. Mondjuk 15-ért venné be ezt az egyet. 4-ért ad 177-et. Hát érdemes. Érdemes még vele próbálkozni. Szóval igen, nagy pecás családból, a családban nőttem fel. Amit egyébként mi sem bizonyít jobban, vagy hogy mondjam, tudom. Hogy te békákat öltél pecázáskor, tehát nem pecáztál, de már szégyelled. Na ja. Várjunk, ebből nekem van egy. Igen, ebből van egy. Jó. Nézzünk még valami sötétet. Ja, nem kell, ahhoz meg ott van a... Lassan újra ki kell váltanom. Ja. Na. Na. Annyi, hogy nem újra ki kell váltanom, hanem lassan két hivatali személytől kell engedélyt szerezzek majd hozzá. Ennyi. Ez az egyes, ide feltesszük ezt a valósat, kíváncsi vagyok, hogy mit fog tenni. Nincs. Ki? Ő pedig akkor megkapja ezt a királylány által. Az még kicsit odébb van, hogy két hivatali személytől kelljen? Nem feltétlen. A legutóbb adok ki azt mondta, hogy lehet, hogy 2-7? Mert hogy akkor a... Akkor a baba, hogy amit látunk pocak, az ott mind a baba kitapogatta, azt mondta hatalmas gyerek lesz, abból kiindul, hogy én 4 kilóval és 60 centivel születtem. Abból kiindul, nem lesz kicsi, és már most sem az. No, voltál ottam? Igen, nagy pecás család. Tehát a... Én a Tisza mellett nőttem fel egy ilyen 10 perc séta, kb. És az apai ág nagyszüleimnek a háza, ők tiszadobiak voltak, nem tudom kinek mit mond ez. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy eddig tartott a lakó ingatlan, mint ház, veteményeskert, és itt már a Tisza folyt. Tehát a veteményeskertből nyíló kiskapun, ha kinyitottad, és léptél mondjuk 5-öt, akkor vizes lettél, és az a Tisza. Hogy hát mi rengeteget horgáztunk annak idején. Legalább menni tudjon, mert belemászik a tóba. Ja, nem állja, jövünk. Jó vagyok, hát menjünk a sziget. És hát a szigeten körben, csak jó lenne látni bármit is. Azt is itt az OBS-en többet látok, mint a játékban, de komoly. Akkor. Ez a kék pajzs embléma az azt jelenti, hogy óvodás koromban megvédtem a kék zsírkaritákat. Ez itt. Ez úgy néz ki, hogy ez a szintedet jelöli. Az a 10-es, az... Hát... Van.
őket nem jelölik külön. Mindegy, a kék az azt hiszem, hogy ez egy ilyen PvP rating, tehát az ilyen, amikor részt veszel hivatalos versenyeken, akkor kapsz egy bizonyos pontszámot, és akkor ott a hány versenyen vettél részt abból, melyiken hanyadik helyezett lettél, és mit nyertél, és hogyan nyertél, és stb. És akkor ebből húznak egy számot, egy ilyen helyezést mondjuk, és az azt hiszem, hogy az, de nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy most jó egy butaságot mondtam. Valahol a fórumon láttam én rá valami kis leírást. Szóval, ja, igen, rengeteget horgáztunk, bár ott, ahol én felnőttem, ott egyébként nálunk is kisétáltam az utca végére. Ugye, kis faluban nőttem fel, kijöttem kijöttem a portáról gyakorlatilag, és kimentem az utcára, elsétáltam az utca végére, és ott folyt egy ilyen, vagy folyik, hát most már inkább csak állóvíz, hagyták el pocsolyásodni, de ott volt egy ilyen kis patak, ahol rengeteg keszeget, vörösszárnyú meg dévérkeszeget fogtunk, aranykárászt, ezüstkárászt, törpeharcsát, én oda jártam ki csukázni, korábban kifogott keszengel, tehát élőcsali, villantóval, wobblereztem, apám fogott egyszer egy angolnát, arra emlékszem, de akkor még én is nagyon gyerek voltam. Voltak benne kisebb pontyok, tehát azokat is igazából, mivel ez tényleg egy kis ilyen, hát folyónak nem nevezném, ilyen kis patakocska-szerűség volt, így igazából a pontyokat is úszós bottal fogdostam, úgyhogy egy kis édes kukoricát loptam anyuéktól, mármint hogy konzerv, csináltak valami kaját, belemarkoltam futás pecenzre, nagyjából így nézett ki. Meg hát, hogyha ugye volt fa is kukoricánk, ugye mivel falu, tehát kertes ház, ugye volt, vagy valami mindig veteményes kert, és ott a friss kukoricából szoktak csinálni ugye főtt kukoricát, akkor abból mindig mentettem ki egy pár szemet is. Olyankor mentünk pecázni. Azok nem azok lesznek, szóval az, amit te mondasz, az itt van. Ez a Gold Star, True Freeze, Cake Star, a Red True Freeze, viszont az, amit Jacek kérdezett, az itt van fent. Ezek. Ezek nem elég jöttek be egy valamilyen, nem tudom milyen frissítésnél. Volták be, valahova leírták, azért köszönöm szépen, hogy igen, Blue Shield is for PvP rating, az lesz az. Köszönöm. Hát akkor nem mondtam akkor a hülyeséget, tehát ez a PvP rating. Hoppá, Mika. A 3-4-es angolna? De ficcen? Lehet hozzá. Jó XP, jó lóve. No, hát nem úgy tűnik, hogy sötétben a sötét villantó vagy a sötét wobbler annyira működne. Most már közben az kezd felszállni. Most már ilyen fejmagasságban van. Hogy hajnalodik. Júgom az ágyba. Mika! Milyen helyet találtál, basszus? Szeret kifele egyik angolnát a másik után. Én meg épp csak elszóltam magam, hogy annyira nem látom működni azt a sötét dolgot, és nézd meg valami. Hopp, most jön a 18-as kóra, hogy sárvál át. De szép nyugiba tekerjék kifelé. Tessék csak szépen eljönni, hogy én vagyok a főnök. Ott már valami csapkod. És nézd meg, tényleg kulcsá lesz.
látszott a piros háta. Gyere csak fel a felszínre, hát oda lent nagyon erős. Hát csak 8 kiló. A manóba. Ütjő megunta a hátam mögötti létet. Mika szerintem a spotért könyörögnek. Vagy nem tudom. Jaj, basszus. Mika, kérlek, igen, takarodj a szájára. De szép. Most mi az, hogy na de Lajos? Ezt most miért nekem? Hát nem én mondtam neki, hogy takarodjon a szájára. Én csak kiröhögtem szegényt. Nézzék. Rögtön engem, én vagyok elővéve nézni. De Lajos, kérlek. Csónakból ki lehet-e húzni a dugót? Gondolom már előzőre gondolsz itt. Hát ez... nem. Fogalmam sincs, hogy mi. Egyébként szóval kérdezted, hogy mennyibe kerül a tanfolyam. Ezekkel a kérdésekkel 500 forint per kérdés. És nem darabályos, hanem ilyen előfizetést lehet vásárolni. Tudod, hogy ilyen 10 kérdés a legkisebb csomag, amivel tudunk szolgálni. Ez a standard, van a deluxe. Ez 15 kérdés. Van a Premium, Gold, Platina, és így tovább. Hú, itt akar fogni, de nem sikerül neki. Várj, akkor nem kérdezek. Kérdezz nyugodtan, szóval. De Mika, attól függetlenül, hogy ő kuhait akar fogni... Ja, hogy a Nade Lajos. Ja, hogy az ezért szólt. Ja. Ez a takarja, hogy a szájvájról, mikor ez aranyos volt azon. Ez így, nem tudom, az bajom, ez tetszett, ez jó volt. Ja, hát úgy tűnik el, a wobbláját túl sok minden nem jön. Úgyhogy ez visszakapja a kis kanalát. Ismerje valaki a Grundot, milyen hely? Hát ha egyet gondolunk, én ismerem. Én nagyon szeretem, szerintem tök jó. Na igen, jártam ott utoljára, de mi nagyon jókat fociztunk ott. Sőt, bujócskáztunk is. Bújócskáztunk is annak idején. Kedves bolyik vannak? Akkor nem egyről beszélünk. Nekem az utat azt hogy gyerekkoromban lementünk a Grundra focizni. Vagyis hát nem le, hanem ki, már kertes házból lemax a pincébe mentünk. De érted. Ugye ez valami szórakozó el. Hát már azt hittem, hogy nosztalgiázunk egy jót. Nem. Nem ez itt van, Budapesten? Az a... várj, most így valami beugrott. Nem jártam még ott soha. Valószínűleg. Nem vagyok egy nagy szórakozó helylátogató egyén. De... mintha valamit hallottam róla valamikor... valakitől valamintha. Nem tudom, segítettem. Itt van fönn ebben a nagyvárosban. Basz.
Szavazd Despedo. Yes, yeah. Srácok közületek, ismeri valaki ezt a... ezt a Beum nevű helyet? Majd. Hogy? Hát... ja, hogy ott nyílt volna egy szórakozó hely? Hallott szó, hogy most Hápi azt mondja, hogy, hogy kérdezi pontosabban, tehát ő sem biztos benne, de hogy az elvileg nem lehet, hogy valami olyan hely, ahol a pál... aha. Szia Monsun, szia-szia. Tehát azt mondja most a Hápi, hogy, ahol annak idén a Pál utcai fiúkat forgatták, ott most elvileg nyílt valami cukrászda, meg kajálda, játszótér, teázó, ilyesmi, hogy nem lehet, hogy az az, mert az, tehát attól grundabb grund nincs, mint ahol a Pál utcai fiúkat leforgatták. Tehát az a grund definíciója, a grund ne továbbja. Oda úgy kell, menni, hogy ezért gittet elgő basszus, mert az egylet meglátja, hogy nincs tele vele a szád, megcsapnak. Szóval lehet, hogy az az. Megfogtam az első túlfilm 38 kilós Amul Desperado. Azt a kó. Én ilyenekből bele se állnék. Tehát amint látom, hogy úgy húzza a botot, hogy ez egy 38 kilós Amul, így előjelentanék egy Remingtont és homlokon lőném a halat. Valószínűleg ez a csónakkal együtt elhúzni egy 38 kilós Amul. De grat hozzá, szép fogás. Nem tudom, oda vagyunk hivatalosak, az kb. Ennyi. Google-t nem próbáltad meg, főnök? Hogy az mit mond? Mert lehet, hogy többet tud. Ugye a budapesti éjszakai életről, mint mi. Legalábbis, mint én, biztos. Majd mondom, én... én meg a szórakozó helyek itt Budapesten. Amíg ZP volt az ZP, oda jártam koncertekre. Talán kétszer valamiért bekeverjettem a Moisons... nem tudom mennyibe, ott a nyugatinál. Egyszer elsétáltam a jó előtt. És kb. Ennyi. De most azért mondtam a Google-it, mert ott azért tudsz nézni véleményeket is, hogy most akkor kinek mi a véleménye magáról a helyről, mint szórakozó hely, vagy mint szórakozási lehetőség. Ki tudja. Na jó. Jó. Ezen a tízes van bent. Viszont teszek fel egy Woblert most már, mégpedig azt, amit elvileg szeret, az a hal, amit szeretnék fogni. Meglátjuk, szerencsém lesz-e vele. Szevasz Vájt, sziasztok itt is, szia UM, szia.
Van egy olyan a csatornán, hoppá, közben leváljam a kontrollert, aki budapesti. Most már kíváncsi vagyok, hogy csak én nem jártam fiatal koromban még ennyire szórakozni. És hát, ha van itt olyan, aki esetleg tud segíteni Szörnek, hogy milyen hely ez a Galund. Vagy itt mindenki annyira kocka, mint én is, hogy több leértékel egy nyugis hétvégét, mint egy ilyen végig bulizott valamit. Eddigi napom, eddig nagyon nagy profit, 3000 pluszból vagyok. What the fuck? Ott születtem, de éltem ott csak két hétig. Két hétig tartottak bent a kórházba születésed után, vagy... Hogy sikerült összehozni? Desperado. Hogy? Mivel? Hol? Vagy ez az amúgy fizetett 3000-et? 3000 plusz basszus. Ezt nézd. Most úgy van 445, hogy már eladtam egy csomó... egy csomó halat. Nem csomót, 30 nem tudom mennyit. Ja, hogy fogtál egy 10 trufit. Hát az a helyzet, hogy macin azért egy trufi. Az kemény. Jól van, dobjad. Küldjed csak. De mindegy, majd elmegyünk, meglessük. Lesznobozzuk a helyet, ha kell. És ha nem, akkor meg fogok jól érezni magunkat, majd elmesélem, mit tud a hely. Azt megköszönöm. Mi mostanság az a szórakozás az... nagyjából abban merül ki, hogy legalábbis mostanság ilyen szórakozásaink vannak, hogy az Airsoftos csapattal mászkálgatunk el. Mi most legutóbb az ősvezérterén voltunk a Sugar Bowling pubban. Bowlingozni, mint ilyen csapatépítő. Tök fura volt, hogy úgy vannak környékünkön golyók, hogy nem próbálnak becsapódni a testünkre. Nem lőnek meg. És hát ezt csak ajánlani tudom egyébként. Jó, nem egy... Nem ott fogják a bowling világbajnokságot megrendezni nyilván. De nem drága a hely. Úgy indult, hogy megérkeztünk, mindenki ajándált ja, szórakozás, igen, és Harpynak egyelőre az utolsó. Hát azért annyira nem az utolsó, az, de na. Szóval kajáltunk, mindenki megrendelte a kajáját. Annyit kértek csak, hogy előre közöljük, hogy mit eszünk, mert hétvégén voltunk, azt mondom, talán szombaton, és mondták, hogy iszonyatos roham lesz, tehát ha nem akarunk várni a kajára, akkor adjuk le előre, hogy mit akarunk enni, és az időpontra elkészítik. Ez így is lett egyébként, nem is igazán vártunk sokat a kajákra, hamar kihozták, finom volt. Hát az egy kis pici negatívum talán, hogy az egyik csapattársunk talán valamilyen gulyás levest kért, és hoztak ki neki hozzá három szelet ekkora kenyeret, ami egy tisztességes gulyás levesnél egy tisztességes magyar embernek tisztességesen kevés. És így mondta, hogy ő szeretne kérni hozzá még bőven, mert a leves harmadáig nem jutott el a három szelettel. Kihoztak neki aztán még egy két szeletet. Ott azt így nem tudtuk hova tenni, de nyilván kapkodtak a pincér lányok is, meg a srácok, szóval hogy a pincérek. Meg hát úgy kb. Mindenki, hiszen tényleg sokan voltak, tehát tele volt a hely. Snob kenyér, azaz, az lesz, hogy snob kenyér. Tehát tele volt a hely, bowlingoztunk is egyébként, két pályát béreltünk. Ki mennyit szeretett volna, egy pályát, azt hiszem egy pálya volt egy órás bérlettel, meg egy pálya egy két órás bérlettel. Én rájöttem, hogy nem az én sportom a bowling. Tehát hamarabb lövöm le a bábukat, semmint hogy eltaláljam azzal a kurva nagy golyóval gulítva. Úgyhogy de ettől függetlenül egyébként maga a hely az jó. Úgyhogy ha valahova akartok menni ilyen
és kikapcsolódós, csapatépítős happening-e, azt tudom ajánlani. Van egyébként aztán biliárd részük is, vagy biliárd szalonjuk, vagy hogy mondjam. Viszont ha beszélgetni is akartok, úgy komolyabban, akkor mi azt csináltuk, hogy összetoltunk két asztalt, hiszen 12 vagy 13 fő a csapat. Összetoltunk két asztalt, és akik a két végén ültek, azok már elég nehezen értették egymást. Ugyanis azért mellettet bowlingoznak, szól a zene, zsibonganak, mások is beszélgetnek. Képek kint a csoportban. Jó, de ezt például köszönöm, meg fogom nézni. Ja, itt közben hozzám jött valami kérdés. Persze mondd csak. Kioldottam a pikájot képességet, de nem tudom mit akar pontosan. Hallgatom a live-ot is, ha úgy egyszerűbb. Ó, hát ha ezt tudom, akkor... akkor nem gépelgetek itt a csete. Ó, kis pici kukai. Na, hát... a kérdés jogos egyébként. Most megnézem pontosan, hogy maga a pikájod az mit takar a játék szerint, de a pikájod egy alapvetően egy orsós bot. Ez egészen biztos. Nincs hozzá leírás? Amúgy. Nagyon őszintén én pikájoddal még nem foglalkoztam, valószínűleg nem is nagyon fogok, talán majd a kájpadokkal inkább. És most nincs is a környékemen úgy bolt, hogy meg tudnám nézni, de mindjárt. Mindjárt. Hoppa, zöld. Átjöttem Moszkitója, és már 15 perce itt vagyok. Addig néztelek, és semmi. Hát... hidd el, ha azt mondom, hogy ahhoz nincs sok közöm. Hogy te ott mit fogsz, és mit nem, és mennyit vagy mennyit nem. Azt tudom mondani, hogy ne add fel. Moszkitó... Az egy jó kis hely, és ott lehet szépeket, nagyokat, meg sokat is fogni. Nem biztos, hogy sok nagy szépet tudsz fogni. De hát ott például KS-ból, DVR-ből is lehet fogni, sőt... Hát nem tudom, hát, igen, mivel pecázol? Kezdjük itt, tehát hogy most... Fenekező, úszós, felgetni próbálsz. Megetése annyira nem jó egyébként moszkító. A pillanat közben tovább nézem a... Ja, megnézem a guide-ot. Pikaiod is a lightened version of Fedeiod. It's used for fishing with light bottom rigs in limited space, usually in small water bodies with standing water. Pikaiod is a handy tool for fishing at short distances. Na, kérlek, a pikaiod... Nagyképű... jó. A pikaiod az gyakorlatilag a Fader botnak egy könnyített változata, amit arra találtak ki, hogy kisebb vízfelületeken, vagy kisebb vízterületeken, pontosabban célozva, azért is pikáj, mert hogy gyakorlatilag csak beteszed a szereléket, tudj vele horgászni. Azt nem tudom, hogy most itt a játékban ezt hol tudod úgy érvényesíteni, hogy ennek legyen értelme, hiszen kisebb vízterület nem nagyon van egyelőre. De hát ki tudja, mit hoznak még be a fejlesztők. Sose lehet tudni. De mondom, a pikájod az egy könnyített fédájod gyakorlatilag. Itt a hal, és nem akar feljönni. Hallod, mucu? Gyere csak fel. Úgy. Szóval ennyi a pikájod. Ha
Nagyon szívesen, hát remélem segítettem. Hol küzdesz te épp, hogy a 15? Azt se tudom, hogy nekem fel van-e oldva a pikájod. Amúgy. Elfogyott a vodkám. Hát azt már én is, bár itt nálam kicsit... Pocak! Milyen vagy? Hát főleg itt Budapest környékén. Tököl, Pesszentime, voltunk itt Vácon, voltunk a Bombatalon, Kisújszálláson, voltunk a Bombák földjén, 60 nagy gombosnál, én voltam Starter játékon, szintén 60 nagy gombosnál. Hát azt hiszem nagyjából ennyi itt a környéken. Majd Kumadáson nem játszottam, Kumadáson május 1-én voltam, mert igen, motoros gyorsulási versenyen is imádtam azt a feelinget, Jézusom. De nem játszani nem voltam még ott. Na most Pocak itt jól megugálta a zöld háttalját. Még már inkább csak háttér sem, mint zöld. Inkább zöld sem, mint háttér. Szóval így a pontos. Hát mi voltunk egy Stalker játékon, egyébként nekem tetszett is, meg nem is. Azt tetszett, hogy a játékosok beleadtak apait, anyait, az nekem a szervezéssel volt egy kis bajom. A stílussal főleg. De hát most nem vagyunk egyformáknak. Volt egy barátom, aki motoros akrobata volt 60-70-es években, és még 60 évesen is létretett a motorja és felment rajta menet közben. Ilyet láttam. Igen, Szolyad meg Ájangált kedveli, bár megbeszéltük, hogy ha elengedik, akkor egyszer kijön velünk elszoftozni. És akkor egy kicsit átélheti félig meddig élőben azt, amit PUBG-ben. Igen, ezek ilyen Joe Titan szervezésű játékok, illetve Vácz volt Airsoft Doki. Ugye a Bombattól kettejük. Elmegyek Lajosik agyonlőhetni magam. Nem fognak agyonlőni, megmondtam, vigyázzunk rád. Mit akartam? Ja igen, a 60 nagy gombosi volt. Nem tudom kinek a szervezése, de az se ami... Hát, hogy mondjam, most vagy csak nekünk volt egy szarszíriánk, vagy nem tudom, igazából ugye kint voltunk 4 napig a Bombák földjén. Biztos, hogy elbeszéltek egymás mellett, mert a Shifty most arra gondol, hogy ahova mi álljunk játékok, ugye Pesszentime, Tököl, tudom én még hova, mindegy, ezek Titán és Joe féle játékok. Tehát Shifty most nem a Stalker játékról beszél. Hát nyilván mindenki ugye ott jár, ami neki közelebb esik.
Megyek kicsit lövöldözni, jó itt mindenkinek, jó fogás, köszönöm szépen, szóval... hát neked meg, nem tudom, csibe vacsit? Szem, még mindig így hívják? Na jó, sok skalpot, meg jó lootot, olyan jó szórakozás, szem, az szia. Az Airsoft Arena-t? Csift az Airsoft Arena, az nem az, ahol mi képzésen voltunk. Nem tudom basszus, hogy fent van-e a live-on. Mi jártunk, hát nevezzük képzésnek, egy helyen, egy ilyen zárt CQB pályán, ahol ugye épületen belüli mozgást, meg épületbe, szobákba történő behatolást gyakoroltunk, mondjuk úgy. És azt szerintem az az aljra volt. Igen, csapattraining. És igen, volt valaki, aki mondjuk úgy, hogy hozzáért, és ő mutogatta meg, hogy mit hogyan kell. Bolonyéz a botot? Osika vagy live-on? Már így elmondom, de leírni nem fogom. Nem, ő tényleg mi a bázisom volt. Tényleg. Vagy, jó, akkor hallasz. Igen, tudok mondani, el tudom mondani, hogy hogy működik. Engem nagyon kiborított egyébként. Összeszeled, tehát ugye a... Ez a féken volt. A féken volt bizony. Tehát összeszeled ugye a botot, felteszed el az olsót, damil, úszó, bolyog, vagy hát akarsz előkét, vagy nem akarsz, ez... Pecásra válogatja. Picsa, hova megy ez a hal? Úgy ugáljuk, mint valami delf. Szóval összeszeled, elcsalizod, bedobod, és a következő a lényeg. A jobb klikkel soha ne állj be. Jobb klikkel nem szabad beakasztani, mindig milyen kapásod van, mert nagyon könnyen el tudod törni a botot. Amikor látod, hogy kapás van, akkor felveszed, finoman majdnem megfeszíted a damilt, tehát tényleg annyit hagysz, hogy ha tartod a botot, megmutatom, ha tartod a botot, és ugye nem jobb klikkel jelentesz be, hogy felfele jelentse meg a botot, hanem hogyha mondjuk a hátam mögött, tehát ott hátul lenne az úszó, oldalfordulsz, balra megy a damil, az úszó irányába, jobb ajántasz egyet az eggél. Mert egyébként, hogyha jobb klikkel beajántasz úgy, ahogy egyébként egy fédelbotnál megjártod fölfelé a botot,
akkor ha egy olyan hal van rajta, akkor simán eltörted. Van egész jó szakító szilárdság ezeknek a botoknak, de a hirtelen mozdulatoktól nagyon könnyen törnek. Úgyhogy amikor kapás van, felveszed a botot, orsóval finoman addig csévéled a damilt, hogy az majdnem feszüljön, és amikor úgy látod, hogy eljött az alkalmas időpont, akkor egér mozdulattal akasztasz be. Ennyi. Ennyi a titka. Aztán ez van, akinek működik, van, akinek nem. Ja, rengeteget szívtam vele. Úgyhogy én hagytam is a bolognézőzést a picsájába. Pedig van egyébként két botom is, de inkább kiadjunk. Melyik? System a két pelgető bot, vagy a fader bot, amit elővettem? Mert a két pelgető, az az a fishing, vagy Express Fishing Heavy SX80XH. Ez 15,5 kilót bír, és azt hiszem, hogy boltba talán valami 200 pályázust. Tehát, hogy álljáték helyben ez egy tök jó bot. A fader bot, ami az előbb a kezemben volt, az egy Model 2. Abból van nekem most 3-2 hosszabb, azok egyformák, az azt hiszem 2-4-20-as, meg egy 3-90-es. Hát a pelgetőt azt elmondtam. Neked is van, csak nem nagyon érezte a sika bolenyizése? Én se. Pelgetőn két darab 80-as gold van fent. Hát ugyan összeállkol most a szett. Pillanat, csak irányba állok. Hogy megvan a 15 és feles bot, 14 kilós orsó, 15-ös damil, 13-8-as előke, fluor karbon előke. Ez most így van nekem összepakolva, és igazából a fő trolling az ez a pont, ez, meg itt jönnek a csukák. Van, hogy itt a 12-esből valami kiki figyel, de inkább ez a rész, ami jobban megy, meg ez. Itt a végén egyébként, hoppá. Viszkózzuk. Itt a végén egy csukázni érdemes parttal. Hát azt is lehet, hogy a tekerés sebességével akasztasz be, igazából mindegy, hogy most felveszed az orsón a tekerés sebességét, és ugye lenyomása a teker egyet és beakaszt, vagy a boton mozdítasz valamennyit oldalirányba, mert az nem akkora lendület, mintha ugye a bolonyiza botta felfelé akasztanál be egy jobb klikkel. Mert a jobb egér gomba nagyon nagy otánt, ugye ezek a bolonyiza botok általában nem rövidek. Úgyhogy el kell figyelni. Nem bele akarsz vágni a bolonyézésbe, vagy bolonyézézésbe. Kimondani is botány.
Illetve az nem a Bence napja. Mennyi leakadás van. Várj, mi ment a... Sajnos. Jó, mondjuk azért akkor nem. Azért nem akkora kell. Jobb, azon van valami. Jöttem, megpróbálok csukázni, meglátjuk mennyire fog menni. Csori halaznék, de nem adja jól a méretet. Ez a bleak hype megy most nálad is? Valami minden álljon, mindenki bleaket akar fogni. Ó, tudom mi volt a baj. Szus. 46 g-os villantót tettem fel a 22 g-os helyett, nem csodálom, hogy nem jött el semmi. Na nem baj. Az a helyzet, hogy nem tudok még csali halat készíteni, amúgy már küldtem volna, vagy küldenék már. Annyi ilyen kis vackot fogok, tessék, nézd meg ez is. Neki megy a 46 g-os. Feloldottam azt az élőcsalis történetet, de még egyelőre csak ugye békát tudok csinálni. Békát még sose fogtam, hogy ettől kezdve ugye nem is csináltam még csali békát. És eddig nem is nagyon lesz csali halam, amíg ugye a békával nem húzom feljebb a szintet. Lehet, hogy valamikor neki kéne ülnöm békázni. Hát tudom, hogy nincs messze a csali hal, a következő lépés már a csali hal. Csak... konkrétan egy darab békát nem fogtam még szerintem, de most megnézem. Kill, nem, statisztika. Halak. A béka frog. Ez itt. De, ja, nem fogtam még sem. Egy... így nehéz lesz. Így még az MSZ-on. Pedig úgy nem bánnám, mert a csali halas orgászat ugye a fédelen vagy bottom fishingen nekem megvan. És most még spotot is tudnék el, amit ki kéne próbálni. Ez mondjuk tény. Hogy a halszelet is jól adja a százalékot. Nem is tudom mennyi hiány. Kell. Van. 65. Hol vagyok most? 63-8. Lehet mindjárt elkezdem felnyesni a semmit nem ő halaimat. Vájt, te milyen szinten vagy amúgy? Vigyed kis, ha egyelek, meg te is kis szel valami. Nem baj, csali hal. Vagyis hát halszeletnek. 27.
Jártál-e súlyán mostanság? Már ha már csali hal a sorgászot, akkor és van kedved tesztelgetni. Adnék egy tippet, hogy honnan, hogy hol tudsz csali hallal. Aha. Jó. Angol megy. Már ha megy, akkor nem fordítom le csak. Dobok egy linket, vagy leírást, vagy valamit. De ha nem, akkor leírom röviden tömören, hogy hova, mit, már miért. Jó. Bent vagy az én Discordomon? Jó, ott egyszerűbb lenne átküldenem. Nem használsz DC-t. Jó, akkor... Akkor ki fogom dobni a Facebook oldalon, ha... Ott vagy. Fidi, szavasz! Szia! Monsoon, Lali, jó a live! Köszönöm! Ez ilyen kis bókoktól mindig ilyen kis kislány az zavarba jövök. Fene egye meg, az a 15 kilós Arctic Char nem akarja beadni a dajakát. Mondjuk itt nyilván nem fogok azt fogni, de... Elég masszívan este van az én kis helyem. Hoppá. Na, kiraktam a Facebook oldalra, a linket meg lehet nézni. Ott, ez talán mai, vagy tegnapi bejegyzés. Olyan megnézed, visszafelé is hivatkozik, meg tudom én, más egyébként a Asian Fishing hivatalos fórumán találtam. Érdemes nézegetni, még ha nem beszéltek angolul, akkor is, mert Google Chrome-ban jobb klik és fordítás magyar nyelve. És hát ott azért, ha megnézed, egy ilyen 1000 pár száz az is több pillanatok alatt összepattintottak. Csali halazva is, és szép halak, meg nem nem annyira hétköznapi halak. Nem arra van szó, hogy már pontyozta magát.
Csónak beered ide, akkor is telik, ha nem vagyok a csónakban. Akkor is telik, bizony. Én múltkor Volkovon pont úgy jártam, hogy... csónakkal átmentem egy szigetre, kikötöttem a parton, és elkezdtem horgászni, majd mentem volna át egy másik spotra, mikor szólt a játék, hogy no, Senior Superman, nem menni innen sehova. Ugyanis lejárt a csónak bérleti ideje. Hát van ilyen. Ott jön a halam. Üldemesztője jöttél, kis csuka. Szia. Úgy van, most itt egyébként majd, mit tudom én, fent lesz Twitch-en is ez a videó, meg ugye YouTube-on is, a YouTube csatornámon is ott van az összes ilyen streamnek a videója. Én pont úgy jártam, hogy nekem volt még hátra 14 óra, de azért, hogy elég legyen, vettem egy 3 naposat. És ahogy letelt a 14 órás, kiírta a játék, hogy mit tudom én, 10 perc múlva lejár a csónakbérlet. De jelzi is, hogy ha van másik csónakbérleted, akkor az folytatólagosan életbe lép. Tehát nem fog kidobni a partra, hanem hogyha van 2 darab egynaposod, akkor letelt az egyik, és utána elkezdi zabálni a másodikat. Úgyhogy emiatt nem kell félned, hogy kidob a partra az egy nap elteltével, és épp fárasztottál valamit. De egyébként, ha épp választasz valamit, és akkor jár le a csónakbérlet, akkor bizony kegyetlen módon kivág. Valamelyik nap így buktam el egy halat. Hát ez van, oda kell figyelni. Hát, ja, igen, meg volt a csónak, hát sokkal mentem vele, vájt, azért gondolj bele, hogy ott állsz a parton, mennél A-ból B-be, és mondja, hogy úsztál. Na próbáljuk ki, elvileg most a csötét belasod. Hát most... Miért kérdezzem meg el a sztápedet, hogy kell kóraim csónakázni? Mi ez a sztori? Hadd halljam. Értezzem, úgyhogy nem fogom megtudni. Mit csinált? Beragadt valahol a csónakkal, vagy mi? Szakította a felszerelést? Úgy valahol itt hagytam ezt a csónakot, nem? Valahol itt, ahol volt a kis facsónak. Basszus, de sötét van. Kiszállt a szigeten, a csónak pedig a saját útját járt, amikor vissza akart szállni, nem volt csónak. Legény. De elvileg úgyis, tehát ilyen nagyon messziről is be tudsz szállni. Én azt hallottam, sőt itt voltam játékban, miközben cseten beszélgették a srácok, hogy valakitől ugyanígy elmászott a csónak, csak
az nem itt volt, hanem Volkovon. Itt. Az nem itt volt, hanem Volkovon, és mondta, hogy több száz méterje volt tőle a csónak, és simán be tudott szállni, úgyhogy... Hola Hun! Hali, szavasz, szia uram! Ja, nem fogom folyton oda tenni a hunt, de... Hola! Snooper! Hello! Sziasztok! Nem ezt akartam bedobni, a másikat. Bélete volt-e? Azaz. Szavasztok, sziasztok! Hi Johnny! And Johnny Hungary! Szavasztok, sziasztok! Honnan? Honnan valaki leédel, csak nem vettem észre. Most így hirtelen beköszöntetek ketten álmon. És csak simán pola. Oké. Megbeszéltük, velem lehet alkudozni. Hoppá. Szevasz, tiszteletem. Ott a szíve. Ez még igencsak hajlik. Mi a másik magyar csatlan vagyunk. Ja! Szoktunk keresni streamereket. Hát a legjobb helyen vagytok. Heti 3 alkalommal, este 7-től. Sőt, még ezt is megmutatom, figyelj! Tadám! Ott van minden egyes videó a YouTube-on, meg Facebook csatorna, meg Discord, meg minden, ami kell. Szóval visszatérve. És tényleg üdv mindenkinek, szavaztok. Igen, tehát ugye a Stepped itt maradt Kulin a szigeten csónak nélkül. És talán Dragu volt az, aki viszont Volkovon kiszállt a csónakból, és így nem raktak rendesen partra, se horgon, se semmi. Csak leült szegény este angolnézni, és ha reggel ment volna vissza a csónakhoz, és így nem tudom hány száz méterre így látta így elközelítve, hogy így ott így kis csónakom leng a Dunavizén. De azt mondom, hogy engedte vissza beülni. Úgyhogy ilyen nagy távolságból is valahogy így bejelézett és beengedte. Johnny, köszönöm szépen a követést, üdvözköztünk, szia uram. Voltunk a Féderből fasz, hogy médiumot ajánlom-e? Én azt mondanám, hogy a médiumot. Leginkább. Bocsánat, csak itt kicsit sokat nyomtatok hirtelen, és... Snooper, neked is köszönöm szépen a követést. És Pola, szintén köszönöm szépen a követést. Köszi srácok. Hát remélem tetszeni fog majd. Egyébként hétfőn szerdán és pénteken este 7-től van live. Csak hogy tudjátok. Nyugodtan lehet hirdetni az igét. Hadd jöjjenek. Christopher, köszönöm szépen neked is a követést. Üdv a királyságban mindenkinek, srácok. Úgy látom, hogy kollektíve keresitek a streamereket, tehát nem az, hogy egy-két ember, hanem... Elindult a másik chat. Ja, értelek. Nem.
Bajnóim, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a követést. 25 egyébként a szint. Hoppá, köszönöm szépen neked is a követést. 25-ös vagyok. Ugye egy pillanat eltüntetem magam. Ilyen vajázsütésre megy ez. Tadam. Így még csak a másik, ha a másik rája pakolom, tehát a másik oldalra teszem a csodás ábrázatomat, akkor meg nem látják a pozíciómat, hogy hol vagyok, így a koordinátákat. Ezzel közel jöttem a szigethez, baszt. De nem figyeltem. Szóval nem látták a koordinátákat, nem látták a szelet, a szákot, ilyesmi, mint a szelet pont, de akkor acom nincs, hogy az aljától a tetejéig takarjam mindent. Vagyunk pályon, azon a cseten is 400 plusz játékos van. Küldjétek ide őket nyugodtan. Egészen nyugodtan. Higgyétek el, én csak örülök neki. Eleve beszélgettem a Lady of Games-szel, hogyha ismerős a neve, ő ugye admin a Russian Fishing-nél. És persze tegyem magam középre, hasznos tippek, köszi. És azt mondta, hogy ahogy megpályáztam egy ilyen sponsored streamer titulust, vagy címet, vagy pozíciót, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És mint streamer abszolút mindennek megfelelek, tehát megvan az átlag nézőszámom, a követők száma, megvan minden. Mint streamer, de azt mondták, hogy Magyarországon ők úgy látják, hogy nincs akkora játékos bázis, hogy megérje nekik egy szponzor, egy streamert úgymond foglalkoztatni, amiket abból állna, hogy én ebből pénzt nem kapnék a cégtől, mármint a Russian Fishing-től, hanem adnának bizonyos időközönként valami drága cuccot, amit ki tudok sorsolni itt köztetek, a nézők között, illetve tudnék tartani szponzor, egy streamer versenyeket. És ezt megpályáztam, mert és megmondom őszintén, hogy mondjuk itt a srácok meg tudják mondani cseten is, meg itt a másik játék csetjén is, vagy a játékon belüli másik magyar cseten is, hogy szoktam tartani versenyeket, amikor olyan botokat vagy olyan felszereléseket dobálok fel, amiket saját pénzből veszek. Bot, orsó, nem is nagyon szoktam úgy, hogy most csak bot, csak orsó, hanem azt mondom, hogy most van egy féder verseny, akkor annak a nyelmény az egy féder bot, ez bot, orsó, damil, előke, etetőkosály, horog, minden. És mivel ezeket így egészen kemény finanszírozni saját zsebből, ezért ezt így megpályáztam. De azt mondták, hogy ők úgy látják, hogy elég kicsi a játékos létszám, és hogy 500 fő fölött érné ez meg nekik. 500 fő fölött fogadnák el a jelentkezésemet, úgyhogy hogyha a másik cseten van 428 játékos, akkor dobjátok őket ide, dobjanak be egy követést, legyenek itt a cseten, lehet, hogy össze fogok dobni egy petíciót, amit mindenki szépen aláírogathat, ha igazából ez nektek lenne ugye pozitívum. Az, amit én kapnék ebből az egészből, az azt hiszem, hogy havonta pályázist. Tehát, hogy nem egy nagy valami. Viszont tudnék köztetek orsókat, botokat, goldbaiteket, egy csomó ilyen vackot kisorsolni, amiket ugye én megkapok tőlük, itt kisorsolom, és játékon belül pedig átadom. Vagy lehet, hogy én csak sorsolok, és rögtön ők adják, ezt most nem is tudom pontosan, hogyan megy, vagy hogyan működik. Na mindegy, ez csak egy felvetés. Sokan ajánlották és tartok a néppel. Állítólag lesz magyar nyelv a játékban? Ezt így nem merem kijelenteni. Azt mondhatom, amit tudok, mint tény, hogy mivel amikor beszéltem ezzel a Lady of Games-szel, akkor azt mondta, hogy a két ok, ami miatt nem kapom meg a sponsored streamer cuccot, az egyik a játékos bázis kis létszáma, szerintük kis létszáma, szerintem bőven túl vagyunk az 500-on, de mindegy.
illetve említette, hogy még nincs magyar nyelv a játékban. Tehát, hogy your language is still not supported. Még nem támogatott a magyar nyelv. Szerintem lesz. Nyilván az újamat nem tenném el. De könnyen előfordulhat. Én nem lepődnék meg, hogyha mondjuk egy éven belül megkapná a magyar nyelvet a játék. De mondom, kijelenteni így nem is tehetem. Nem az én tisztem. Hogy most igen lesz, vagy nem lesz. Meglátjuk, de hát valljuk be őszintén, hogy igazából hiába angol nyelvű a játék, úgy nagy problémát nem okoz senkinek, mert ha valamit nem tudtok, kérdeztek. Kérdeztek in-game chaten, kérdeztek itt a Twitch-en, kérdeztek, én szoktam kapni kérdéseket YouTube-on, videók alá, kommentbe, Facebookon, volt, hogy Facebookon privát üzenetben küldtek, ugye a Lajos Kény TV page-nek, az oldalamnak küldtek üzenetet ilyen kérdésekkel. Egészen nyugodtan, amint látom, hogy van és időm engedi, úgyis válaszolok el. És hát igazából ugye mindenki elboldogul. Tehát nem azt mondom, hogy ne legyen magyar nyelv, de azért addig sem áll meg az élet, amíg nincs. Szerintem. Máj, te még mindig macin nyomod? Na most úgy tűnik egyébként, mint hogyha ukaj le ukkadt volna egy picit. Aztán persze a fele tudja. De váltott nappali csalikra. Aztán meg lett. Windingen vagy? Ja, basszus, persze, Csali halazó. Jó, bocs. Hát nézd, igazából próbálkozok, mondom, ezek a versenyek, ezek tényleg jó hangulatúak, nem vagyunk mondjuk sokan. Mert eddig a másik csattal kb. Senki nem jött. Azt sem olyan tudták, vagy nem gondolom tudtátok, hogy van itt egyáltalán ilyen. Eléggé szepajálódott itt valamiatt a játékos bázis, hogy két ilyen nagy létszámú chat van, ahelyett, hogy egybe összetömölülnének. Ha a motorcsónak hangja a csengő hangom, aktubán ne menjen senki. Nekem lassan szétmegy az agyam ettől a helytől. Nem szándékoztam egyelőre oda menni, több okból sem, az egyik az, hogy még nem is tudom. De igen, tehát gondolom nem is nagyon tudtátok, hogy vannak ilyen versenyek. Mert ugye ott is van egy pár száz fő, itt is van egy pár száz fő, ahelyett, hogy egy helyen lenne. Ez a sok ember. És akkor ugye egymást segítve, építve lehetne előre haladni. Most itt főleg ugye a tanácsokra, egyebekre gondolok. Gondolom azt a csoportot is elkezdte valaki építeni, és eljutott vele valameddig, meg ezt is elkezdte valaki építeni, és ezzel is eljutott valameddig. Továbbá is az egység híve vagyok, de hát, ha nem, nem. Gondolkodtam előtte egyébként, hogy létrehozok egy a stream nevével megegyező chat csoportot játékon belül, és ott megpróbálom összetömöríteni az embereket, de valószínűleg ennek a két főnek is az volt a célja, akik ezt a két csoportot létrehozták, hogy összetömörítsék, ebből lett két kupac, ha én most megcsinálom a harmadikat, és oda is eljönnek pályon, és már három kupacban leszünk kettő helyett, azzal sokat nem segítettem a dolgot.
Viszont tényleg úgy tűnik, hogy kukai kezd egy kicsit megállni. Legalábbis. Most, ó, seftes. Micsoda név? Hát a trollok tőlünk is, van egy-két visszatérő. Ja, basszus White, oké. Okay. Milán mondjuk még mindig itt van. Mondjuk most nem látom, meg nem láttam már egy ideje, de... Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy én napközben főállásban dolgozom. És azért akkor olyankor őt nem látom. Esténként szoktam belőle kapni egy kicsit. Nem, hála az égnek, ezt sikerült kontrollálni. Még a legelején, tehát ahogy elindul. Nem azt mondom, hogy nincs egy-két beírás, hogy valaki, nem tudom, Volkov közepén van és elfogyott az etetőanyaga. Olyanról ilyen szoktunk neki adni, de ezek az igazi lehúzó kérgetők nem igazán vannak, aki semmi más nem tud csak kunyézni. Meg mi elintézzük egymás közpaivátban, ha valami olyan van. Tehát azért úgy segítünk egymásnak, konkrétan ilyen kunyajállás nem igazán fordul elő. Áll az őnek. Ha valami felesleges felszerelésed van, úgyis felajánlod, amikor van prémiód. Amúgy igen. Itt vannak olyan debilek, komolyan mondom. Egy snooper gyáját a miénkbe. Gyáját a miénkbe, itt ilyen nem igazán fordul elő, de nyugodtan a YouTube csatornám, a Menj Fel, ott van az összes streamnek az archívuma, ott látod a csetet. Szerintem nem találsz benne olyat, hogy bárki kunyájálna. Ha már ott vagy, fel is iratkozhatsz egyúttal, de nyugodtan nézd meg a videóknál a csetet, a videókon futó csetet, ahogy ugye játszom ott az in-game chat, nem igazán szokott kiegetni senki. Sőt, általában igazából kérés nélkül adjuk, ahogy White is írta. Hát mi most itt például a Szainyó kérdezte, hogy Deadly Loop holyokból mit ajánlott neki, csak 8-as talált. Megkérdeztem, hogy hanyas kellben államban, szerintem 2-3 milliárdben. Oda dobom neki, és nem, különösebben nem foglalkozok vele. Volt már, hogy az egyik srác, nem emlékszem ki volt, de most megnézem, nem akarok hülyeséget mondani. Mikától kaptam egyszer egy botot, mikor eltöltem sikeresen. Nem a Nold volt. Nem a Raven volt. Lehet, hogy nem lesz meg. Bulbotoztam, és nem is figyeltem, fogytán volt a halszelet. Na, volt még mit tudom, egy 15-20 darab nálam szerintem. Aztán lehet, hogy csak 5-6, nem tudom. És egyszer csak jött egy üzenet, és kaptam 100 darab halszeletet. Akkor kérdeztem, hogy basszus, ez most mire felmondta, hogy látta, hogy fogytán van. Ennyi.
hogy nálunk inkább ez még sem, mint a kúnya ajánlás. Amióta én játszok, ilyet nem láttam, 24-es vagyok. Ja. Hát én az egyet-kettőt láttam, de ők hamar kipályognak innen. Tehát itt azért, itt ha valaki olyan, alapvetően a közösség az jófej, kedves, rendes, segítőkész, de ha valaki bunkosz, pillanatokon belül letarokodják. És ezt így viccen kívül mondom. Tehát itt egy-két ember úgy neki tud ugrani, hogy én nem állnék bele. Helyenként. Megy a report is, meg azt nem tudtam. A report is megy. Az a baj ezzel a vándorlással, hogy itt is van pár ember, akikkel nagyon jól el vagyunk, és sajnálnak itt hagyni. Hát hozzátok át őket. Gondolom, figyelj, alapvetően az ember olyan más emberekkel szokta magát körbevenni, akikkel hasonló beállítottságú, érdeklődési körbe és a többi. Na most, ha jól el vagytok egymással, vagy jól kijöttök egymással, és neked eleged van a kiegetőkből, akkor valószínűleg neki. De ez csak tipp. Basszus, mi van itt? Na, nem lefele, kifele. Na, srácokat, most látjátok, hogy hol kell taulingolni ezzel a két csalival. Leteszem az egyik botot, vehetem fel a másik. Mondom, én legutóbb a Mikától kaptam az egyik ilyen, mint ami itt is van, egy ilyen botot. Amikor, nem is tudom, talán beállítottam trollingra, és de be is lőttem egy ilyen távolabbi pontot a tavon belül, gondoltam lesz időm, és kiszaladtam megetetni a macskákat, és amire visszajöttem, már csak azt láttam, hogy ilyenek a srácok, hogy hát az a bot az eltört. Én mikor kezdtem, csak tanácsot kértem, hogy milyen botot ajánlanak fenekezésre, kezdésnek, és nem választ, hanem egy komplet szettet kaptam, pedig nem kértem, csak tanácsot. Hát az nálunk is nagyjából így szokott kinézni amúgy. Nem feltétlenül dobálunk mindenkihez komplet szetteket, de hát ez még csak nem lett meg, vagy nem jött ki. Igazából ezek közül kb. Semmi. Rendezzük így. Hát egy 283 ezüst. Nem olyan más. Nézzük meg, hogy mi az, amit tudok vágni. Azokat hagyom vágásra. Ezeket nem. Jó, e fölött meg túl.
Jó, ennyi, a többit eladom. Szavaz DJ. Szia, olyan. White F. Épp most olyan talál a kieságot 6 nézővel. Hoho, White F. Köszönöm szépen a édet. Sziasztok. Szavaztok. Üdv, jöttetek halat pucolni. Tudtok-e jóla? Úgy látom már ilyen real life ismerkedés megy. Következő kérdés az ne a telefonszáma legyen. Én egyébként csak erősen javasolnám, hogy személyiségi jogok miatt én ide nem tenném ki így a választ. Akár az, akár nem. Oké. Okay. Jó, hogy ő volt az, aki küldte neked a komplet felszerelést? Amit mondtál, hogy tanácsot kértél és felszerelést kaptál. Na, kicsi a világ. Látod, látod, hol futtak össze? A világ összes haszt legyártom. Még 1% kéne ahhoz, hogy élő csalit tudjak csinálni, de ezt biztos, hogy nem fogja beadni. Az utolsó kettővel basszú szintet se léptem. Na majd ez. Na majd ez. Megdobja. 206 szelet is beadja. Nem, látod, most dobott 1%. Tehát, hogy azért nagyon bőkezűen nem szólja. Azt kell, hogy mondjam. Viszont 700 az üstől felküzdött magunkat, 726. Jelenje, vigyázzatok, mert állapja a nagy halakat. Ó, a Snooper, látom, átjöttetek ide. Bizony, bizony. Na jó, hát jó szórakozást itt a cseten, srácok. Csoportban, mit keresek itt? Még lesz egy nap. Ez jó. Jó van, jó van. Na, hölgyek, ujjak, hát azt mondanám, mint kaja után szokás. Egészség. De nem. Nem, ehelyett azt mondom, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem. Illetve köszönöm szépen az összes új jövevénynek, remélem jól fogtok itt szórakozni, és hát hasznos tagjai. Leszünk egymás életének, Snooper, Pola, Johnny, Christopher, Hopper, Paranorm. Köszi szépen a követéseket, őket, tényleg mindent. Ne szaladjatok el. Egy másik Russian Fishing 4 streamálja, rédelnélek át titeket. Ő egy angol leányzó, Stasiskia, és az új halakkal pályázik most nagyon nagy erőkkel. Hogy elnézem, most épp holgot vásárol Windingen, aztán majd nem tudom, mi lesz pontosan. Nézzétek meg, érdemes, dobjatok rá is egy követést. Aranyos, kedves, és nem utolsó sorban rendkívül segítőkész is streamálj. Én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Itt van az összes többi csatorna. A YouTube-ra azért érdemes feliratkozni, mert ha bármi kimaradt, minden egyes livestream videója oda felkerül. Jó? Úgyhogy oda is dobjatok egy feliratkozást.
És akkor további jó szórakozást, illetve jó éjszakát mindenkinek. Szevasztok! Ja igen, indítom a raidet, jó? Úgyhogy nyugodtan üljetek fel a raid, vagy mi ez, raid vonata. 14, 14, na még az a 2, 3, 4. Sziasztok, jó éjszakát! Welcome.